Köszöntöm a Kultúrzug nézőit, és köszöntöm a ezúttal a digitális kamera túloldalán Vince Mátyást. Vince Mátyás maga is szinte a médiatörténet legendás alakja, és most a beszélgetésünk is tulajdonképpen a média történetével kapcsolatos, hisz megjelent az új könyved, a Minden megoldás érdekel. Most engem is minden megoldás érdekel, hogy a nézők figyelmét fölkeltsük. Ugye ez egy rendkívüli könyv abból a szempontból, ha jól tudom, ugye, hogy apró hirdetésekből raktad össze. Nagyon aprólékos munka lehetett, és egy század története, média története rajzolódik ki a hirdetésekből? Igen. A 20. század egészen, mondjuk ez egy olyan célkitűzés volt, amit 35 éve elkezdtem megvalósítani, mert ez a könyv, ennek a könyvnek a története ennyi időre nyúlik vissza. Még HVG-s főszerkesztő koromban kezdtem el gyűjteni az izgalmas, érdekes, pikáns, szomorú, valamilyen szempontból velem rezonáló, és a korszakokat, a 20. századi magyar történelem korszakait bemutató évekről próbáltam gyűjteni, és aztán közbeszólt az élet, mert elmentem a HVG-től, elmentem Amerikába 2 évre, és fölkerült, itt mögöttem van a szekrény, annak a tetejére, polcokra az egész gyűjtemény, és az kellett hozzá, hogy ebből könyv legyen, hogy Murányi Gábor volt HVG-s kollégám, aki ma is a HVG-be dolgozik, és egyébként pont most küldte el nekem, hogy az ELTI HVG-ben lesz egy kis ismertető a könyvről, amit... Na hát akkor ehhez is gratulálunk, de hogy... Külön köszönök, tehát magyarul ő mondta azt, hogy ez nem maradhat fönn a szekrény tetején, ebből egy könyvet kell csinálni. Aha, és leporoltad a pakkot. Leporoltam, és akkor kezdődött a hatalmas munka, mert ugye digitális világban élünk, ezt te is mondtad, és a kartonok azok nem digitálisak, és azokat digitalizálni kellett. Úgyhogy szövegfelismerő szoftverrel be kellett olvasni, ebbe az Arcanumék, a Biszakék segítettek, akiknek nagy a köszönet, meg hát maga az adatbázis is aztán, ugye, hiszen hiába gyűjtöttem évekig, azért maradtak lukak a években, és maradtak lukak a témákban, tehát magyarul nem akarom ezt túlcifrázni, de rengeteg meló volt vele, úgyhogy végül kijön az a körülbelül 4,5 ezer hirdetés, amit megtalál a kedves olvasó. De mondd el azt nekünk, hogy hogy lehet a hirdetésekből egy korképet összerakni? Hát ehhez meg kell venni a könyvet, és meg kell nézni, mert abból egyértelműen kirajzolódik, egyébként kiváló karácsonyi ajándék, ez volt itt a hirdetés helye. Értettük. De hát ugye azért valami vitt téged előre, tehát tudtad, hogy milyen gócpontok vannak, milyen történelmi pillanatok, amiköré szervezni kell a hirdetéseket, amiket beszerkesztettél? Tulajdonképpen az kell hozzá, hogy az ember rendelkezzen azért valamiféle tudással, érdeklődéssel az század történése és történelme iránt. Ez bennem régóta megvan, a gyűjtőszenvedély is régóta megvan ennek a következménye a kartonok. És olvasgatni kell ezeket a régi újságokat, és ha valami rezonál az emberbe, és nem tudom, ott van-e nálad a könyv, mert nálam itt van, idézhetünk. Igen, nagyon szívesen veszük, legalább egyet emelj ki, ami szerinted... Hát például 1952-ből egy hirdetés. Munkás származású, mérlegképes főkönyvelő, hosszú gyakorlattal nagyvállalathoz felvétetik. Részletes önéletrajzot a Magyar Nemzet Főkiadójába. Az, hogy valaki egy apró hirdetés elejére kitegye, hogy munkás származású, az teljesen evidensen az 50-es éveknek a visszatükröződése. De mondok mást. Állás. Álláshirdetés. Mondjuk 1900 hányból keressünk álláshirdetést, mindegy. 1922-ben. Papírzacskó és boríték ragasztást vállal lakásán, nagy gyakorlattal bíró munkáscsalád. Igen, hát ő bajba volt akkor, igen. Bajba voltak, 29 álláshirdetés szintén. Úriasszony a szó valódi értelmében fiatal, de komoly, megbízható bizalmi állást vállalna. Nem kenyérkeresetre neveltek, szaktudásom nincsen, de dolgozni szeretnék, és tudok is. Intelligenciám, általános tájékozottságom,
könnyen átsegít a kezdeten. Ez hányból volt? Mert 1922, de ez még ugyanaz volt. Igen, ez manapság, egy... manapság azért nem tárulkozunk ki így apró hirdetésre. Igen, ez egy rendkívül hosszú hirdetés volt a műfajhoz képest. Még egy nagyon sokat válogattam levelezésből, mert volt annak idején egy ilyen rubrika, amelyben levelezés, vagy házasság, és akkor itt mondjuk egy 1903-ból, disztingvált előkelő állású fiatal úr szórakozás céljából néhány napra jövő héten Budapestre utazik. Ezen időt kellemesen megosztani kívánja csak is előkelő disztingvált középkorú úrnővel. Anyagi érdek kizárva. Teljes titoktartás kölcsönösen becsületbeli dolog. Levélbeli értesítés egy hét alatt a kiadó hivatalban küldendő, diszkrét jelige alatt. Na hát akkor tágos spektrum. Ha olvassa, akkor valami rezonál benne. Na, érdekes, igen, hogy te akkor ilyen apró hirdetés olvasó vagy, de ugye említsük meg a Szenzáció című könyvedet is, mert az is ilyen módszer szerint állt össze, amikor címlapokat raktál egymás mellé, és ebből lett aztán egy 20. századi szintén médiatörténeti kép, ugye? Igen, tulajdonképpen ebben az irányban, ami ilyen irányban elmozdultak a hirdetések a könyvembe, két előzményt tudok felsorolni. Az egyik, amit te említettél, a Szenzáció című könyv, amit annak idején még a saját kiadóvállalatunk adott ki, amelynek az alcíme, tulajdonképpen rímel ennek az alcímére, a 20. század története a napilapok címlapjainak tükrében. Értelemszerűen napilap címlapokat válogattam össze egészen a rendszerváltásig. Antikvárban még megkapható, és akkor szintén antikvárban, ha valakit érdekel, talán kapható, hol kapható, hol nem. Amikor MTI elnök voltam, akkor közösen Fénert Tamással, fotoművésszel csináltunk egy 8 kötetből álló albumsorozatot, aminek az volt a címe, hogy Korképek. Ebből nekem is van egy pár. Igen, ez 8 darab, úgyhogy úgy, ha gyűjtöd, akkor... Törölcsik is például. Igen, nem, az egy másik sorozat másik volt. Másik sorozat, igen. Az egy Tímszínház Muzsika című sorozat volt, amiből 3 színésznek az életpályáját rajzoltuk fel, ott a Keleti Évával dolgoztunk együtt, részben az ő fotóira volt alapozva ez a 3 album. De a Korképek 1938-tól egészen a rendszerváltásig dolgozta föl Magyarország történelmét, az elsősorban MTI fotókra támaszkodva, vagy mondjuk úgy, hogy MTI fotók tükrében, hogy a párhuzam teljes legyen, és arra is nagyon büszke vagyok, mert szerintem az is egy sikerült összeállítás, sok minden abban is megtalálható, amit hiába olvas az ember a korról szöveget, a kép az igazi, és a igen, képben igen, igen. Sok mindent meg lehet találni. Igen, egyébként ebből is van nekem is 2 darab, jól emlékszem. S ha már az NDI-t említetted, akkor megjegyezném, hogy egy hosszú időszakot töltöttél az MT-nél, Mát Ferenc köztársasági elnök és Solyom László nevezett ki, és 10 éven át vezetted az MT-t. Ők írták alá az én munkaszerződésemet megelőző kinevezési okiratot. Igen, hát ez egy nagy időszak volt, egy hosszú időszak volt az életedben, habár ha a HVG-t említem, ugye ezt sem hagyhatjuk ki, hogy te alapító vezetője, főszerkesztője voltál a HVG-nek 79-ben, és igen, az is egy majdnem 10 éves korszakot ölelt át. De visszatérve az MTI-re, azért összetudod hasonlítani a két MTI-t. Milyen ez az összehasonlítás most a te interpretációdban? Hát azt gondolom, hogy minden nagy képűség nélkül mondhatom, hogy ha össze kell hasonlítani a kettőt, hogy lesújtó a jelenlegi helyzet, nem is találok szavakat arra. Igen, és nagyon nehéz ezt gondolom nap, mint nap feldolgozni. És ezt hát különösen nekem nehéz, de hát még nehezebb azoknak, akik ott dolgoznak az MT-nél. Ez már rég nem az a közszolgálati hírügynökség, aminek kellene lennie. Ez egy párpropaganda fórum, amelyet átláthatatlan és ellenőrizhetetlen módon irányítanak. Felelősségek nincsenek, a jogszabályi környezet egészen át lett alakítva úgy, hogy
nincs meg a több párti felügyelet, ami egy tisztességes közmédiánál alapkövetelmény lenne, se a tévénél, se a közrádiónál, se a Magyar Táviratirodánál. Hát csak egy jellemző példát mondjuk a napokból, ugye itt van sorosozásnak a legújabb csúcspontja Demeter Szilárdnak a publicisztikája, amely hatalmas vihart kavart a magyar közéletben, és még külföldre is jutott ebből a viharból, és a Magyar Távirati Iroda mondjuk jó két napig tudomást se vett az eseményről, hiába van benne az alapító okiratában, vagy a kötelezőnek tekinthető törvényi előírásokban, hogy mindenről, ami a közérdeklődésre számot tartott, az MTI tényszerűen pontosan elfogultságmentesen ír. Igen, ugye tegyük hozzá a nézők kedvéért, hogy Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, azt állította, hogy Soros György az új Führer, és hogy tulajdonképpen Lengyelország és Magyarország a vétója, a tervezett uniós vétója miatt tulajdonképpen ők a mai zsidók, és Európa gázkamrája. Igen, hát Európát Soros György gázkamrájának nevezte ez a jó ember, és ezt akkor tegyük gyorsan idézőjelbe, mert értelemszerűen ezt nem névértéken mondtam a jó embert, úgyhogy de ebbe sem menjünk bele. Igen, ezt értettük, igen. Mert, de következménye nincs. Következménye nincs, sőt, annyi következménye van, hogy az illető visszavonta ezt a cikkét, és, de amilyen szöveggel visszavonta, abban a szövegben lényegében kitart az álláspontja mellett, amit abban a publicisztikában kifejtett. És, minden esetre a te vezetésed alatt az MTI-nél ilyen nem fordulhatott volna elő, gondolom. Hát, hogy ne jelenjen meg az erről szóló híradás. Lépjünk vissza még egyet a láncolatba. Ez az Origo internetes portálon jelent meg. Az Origo életében is volt szerepem. Mikor, bizonyám, a Matávnetnél, ugye? Bizony, amikor nem akarom magaménak tudni az érdemet, mert az egy nagy csapatmunka volt, amikor az Origót annak idején a csapat létrehozta, de én abban segítettem, ahol lehet, és hát a kiadói Kft-t, a Matávnet Kft-t én vezettem. Na mindegy. Hát nem mindegy, mert ezt is láttad összeomlani. Igen, összeomlani, és az összeomlásnak a jele, és a propaganda kiadványra való, hogy mondjam, állításomnak az igazát legjobban azt támasztja alá, hogy nem volt egy szerkesztő az Origónál, aki erre a publicisztikára azt mondta volna, hogy kedves Szilárd, ez vállalhatatlan, közölhetetlen, tedd el a fiókba, tépd össze, ezt mi nem közöljük. Az automatikusan nyilván nem voltam ott, nem láttuk, te se tudod, én se tudom, hogy pontosan hogy történt, nem hiszem, hogy rendelte az Origo ezt a cikket, de hogy nem volt egy szerkesztő, aki erre azt mondta volna, hogy ez így nem közölhető, mert kegyeletsértő, mert holokauszt relativizálás. Igen, emlékét sérti. Szóval folyik a közmédiából a pártpropaganda, és ez nagyon-nagyon nem jó dolog. Végül az utolsó kérdésem, látom, rengeteg könyv van ott mögötted, és közismert, hogy te nagy könyvgyűjtő is vagy, de tudod még hova gyűjteni a könyveket? Ha a feleségemet kérdezed, akkor már nem. De azért te becsempészel egyet-kettőt. Én azért mindig tudok helyet találni. Hát ugye a legrégebbi megoldás a két sor könyv, amit mögöttem látsz, amikor ott is van egy második sor. Értem. Sajnos az a baj, hogy azt nem látja az ember, és nem tudja már, hogy mi hol van. Úgyhogy néha elég rendes időtöltés az megkeresni egy könyvet. De hát egyre kevésbé forgat az ember könyvet, és egyre többet internetezik, mert az internet a világ legnagyobb könyvtárává nőtte ki magát. És a világ Hyde Parkja, ahogy egyszer fogalmaztál. Így van, és az interneten sok mindent egy pillanat alatt el lehet érni, és sokkal egyszerűbb az interneten egy Google keresést csinálni, mint egy révai lexikonban valamit megkeresni.
a Révei lexikon itt van ugyan, de mondjuk 1 perc 30 másodperc megkeresni, míg a Google-on 30 másodperc alatt megtaláljuk ugyanazt. Szóval akkor minden megoldás érdekel minket is. Vince Mátyás, nagyon köszönöm, hogy a stúdiónkban így távolról is beszélgethetünk. Nagyon szívesen, és remélem, hogy fogunk még beszélgetni, ugye, mert nem árultuk el a nézőknek, de a tegezésből érzékelik, hogy régóta ismerjük egymást, úgyhogy remélem, hogy fogunk úgyis még találkozni, hogy ez a nyáron elmúlik a fejünk. Ez a kóros időszak. És nem csak digitálisan, hanem valójában természetben is közel lesz. Nagyon örülünk neki, és nagyon bízunk ebben. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a meghívást. Minden jót neked. Minden jót.